Jó estét, jó napot, azt szerint, hogy mikor nézik a heti jégbüfét. A mai vendégem egy pilóta nő, nem akármilyen pilóta, egy kapitány, az első magyar Boeing kapitány, aki nő. És azért tettem rá szert, nagyon, nagyon nagy örömömre sikerült rá szerteni, mert hogy a minap jöttem haza azzal a repülőgéppel, amit ő vezetett. És amikor meghallottam egy női nevet, hogy Gyöngyösi Diana köszönti önöket, a kapitány, akkor én teljesen úgy éreztem, hogy ez rendben lesz ez a dolog. Tehát, hogy én, aki egyébként félek a repüléstől, attól a pillanattól kezdve azt gondoltam, hogy na, itt rendben lesz a leszállás, és mint látható, ez így is történt. És akkor nagyon körülményesen megszerveztem, hogy a stewardess kérjen engedélyt arra, hogy telefonszámot cseréljünk, ha esetleg behívható ide a kapitányasszony, és behívható volt. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél. Közben itt megismerkedtük, és a nagy kor különbségre való tekintettel tegeződést ajánlottam. És tényleg simán annyira jó volt leszállni veled, hogy azt csak na, megtapsoltunk. Behallatszik egyébként? Néha igen, néha nem. Uh-huh. Az éjszakai leszállásoknál egyébként a tapsvihar visszafogott, mert már mindenki halálosan el van fáradva. Főleg egy ilyen hosszú út után. Na most arra gondoltam, hogy addigra én már tudtam, hogy veled interjúzni fogok nagy valószínűséggel, mert mondta a stewardess, hogy a kislányodat viszed óvodába, tehát valószínűleg fönn leszel már délelőtt hívható, vagy hogy egyeztessünk, hogy ráérsz-e ide eljönni, és hogy arra gondoltam, hogy éjjel három, amire én hazaérek, azt gondolom, hogy neked is akárhol laksz, éjjel három előtt nem juthattál haza, és hogy a kislányokat, kis gyerekeket általában be kell adni 9-ig az óvodába, hogy akkor nem pihened ki magad olyan nagyon erősen. Igen, ez néha elő szokott fordulni, hogy nem sikerül kipihenni magam, de most így konkrétan már nem is emlékszem, de azt hiszem, hogy azon a hétfői reggelen éppen a férjem vitte el a kislányunkat az óviba. Ez most hétfőn volt, ez a hétfő? Igen, ez most. És hogy neked az teljesen normális rutin, hogy éjjel hazajössz, és egyébként még akkor is, ha most nem te léptél anyai szolgálatba, hogy akkor úgy folytatod a napodat, mint hogyha mi sem történt volna? Igen, ez pontosan tökéletesen így van. De bocsánat, még mielőtt itt nagyon-nagyon merülünk a beszélgetésbe, szeretném elmondani, hogy ez nekem óriási megtiszteltetés, hogy itt lehetek, itt ülhetek. Ne viccelj! Egyrészt, de tudom, hogy néhány hete még Vitrai Tamás ült itt ebben a székben, ahol most én ülök. Ez igaz. És másfelől pedig, mikor bejött a légiutas kísérő kolléganő, aki egyébként civilben a barátnőm is, és mondta, hogy Rangos Katalin újságíró, szeretne velem interjút készíteni. Hát én majdnem leestem az ülésből, még jó, hogy be vagyunk kötve. Úristen! Mert tehát nekem ez egy hanem úristen, a Rangos Katalin. Hát ez őrület, akkor beszélhetünk arról, hogy ez egy kölcsönös megtiszteltetés. Hogy a Boeing női pilóta, a női kapitány. Abszolút, hát ez szuper. Abszolút. Hát ez jobb, mint amire gondolni lehet. Én ugye abban az időben voltam gyerek, amikor kisgyerek, amikor még hétfői napokon nem volt adás, és igazából voltatok 30-40-50 ember, és minden televíziós, rádiós személyiségnek tudta a nevét az egész ország, hát ez szerintem. Szuper. Ez zseniális, nagyon örülök, ezt lebeszélhettünk volna adáson kívül is, de most már, hogy halálosan zavarba hoztál, most itt megismertetjük a közönséget a mögötted lévő, hogy hívják ezt, ez a kokpit, ez a pilótaülésből látható műszerfal? Igen, de ha jól látom, akkor... Ez egy szimulátor. Psst. Szerintem ez egy szimulátor, ez nem az igazi. Nem ezt akarom mondani, hanem ez nem Boeing, hanem Airbus lesz. Igen? Na mindegy, nem válogattam megfelelő előképzettséggel. De nekem is kétszer kellett hátra pillantanom. Jó, akkor nem olyan nagy égés, hogy össze-vissza beszélek, hogy választottam nem, egy másik repülő. Mondtad rá. Na, azt akartam megtudni egyébként, hogy ez neked honnan jött, hogy miért akartál te pilóta lenni? Ez egy kicsit összetettebb válasz lesz, mert én azt nem mondhatom el, hogy én már gyerekkorom óta erről álmodtam, és hogy baba helyett repülővel játszottam, és azokat reptettem. Nekem ez nagyon-nagyon fokozatosan alakult ki. Én 16
6 éves koromban véletlenül keveredtem ki a Dunakeszi sportrepülőtérre, és én akkor én teljesen nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, mit éreztem. Én azt gondoltam, hogy akik ott repülnek és vezetik a repülőket, akár vitorlázó repülőgépet, akár motorost, én azt gondoltam, hogy ezek valami félistenek, és erre valahogy születni kell, hogy ezt földi halandó, hát ez nem is lehet. Hát ez hogy? Tehát fel sem merült. Úgyhogy én már ott téblá voltam egy néhány éve, amikor rájöttem, hogy ezt földi halandó is csinálhatja, tehát egyszerűen csak jelentkezni kell egy tanfolyamra, el kell végezni, és akkor ősszel indulnak egyébként ezek a tanfolyamok, és tavasszal van vége, heti egyszer le kell vizsgázni az elméleti tanfolyam végén, és akkor áprilisban lehet kezdeni a gyakorlati repülést. Körülbelül úgy beszélsz róla, mint hogyha a manikűrös és lábápolóási OKS képzésre. Csak úgy beiratkozna az ember. Azért a kettő között mi is van valami. Én vitorlázó repüléssel kezdtem, 19 éves voltam. Azért, mert szerettél volna valami extrém sportot, mert azért nem, a vitorlázás nem olyan hétköznapi dolog. Nem is tudom, engem ez valahogy úgy elkezdett vonzani, mint a mágnes. Én egy nagyon-nagyon önbizalomhiányos gyerek volt, borzasztóan önbizalomhiányos gyerek voltam, és nekem ez egy, nem is tudom, hogy fogalmazzam. Személyiségfejlesztő lehetőségnek élted meg, vagy mi? Ez eddig nem jutott eszembe, de még akár az is lehet. Tehát, hogy én valami fronton szerettem volna bizonyítani, hogy én is érek valamit, én is vagyok valaki, lehetek valaki. Ez akkor volt, ezek az akkori gondolataim, nem a mostaniak. Nem is tudom. Én csak azt tudom, hogy nekem egy óriási vonzódásom volt ehhez a dologhoz, és az még csak nem is nekem jutott eszembe, hogy motorossal megtanuljak repülni, hanem egy nagyon kedves barátomnak, aki a mai napig repül, és egy reptéren repülünk, és ő mondta, hogy Dia, hát te tehetséges vagy neked. Tehát ő látta a kvalitásaimat, és azt mondta, hogy neked érdemes lenne elkezdeni motorossal is repülni. És mi a döntő különbség a vitorlázás és a motoros között, hogy a vitorlázásnál nem irányítasz annyira, mint a motorosnál? Hát mondhatnám, hogy egyfelől pont fordítva. Tehát a vitorlázó repülés az én számomra egy nehezebb műfaj, mert ott az ember sokkal inkább ki van szolgáltatva az természetnek, az elemeknek. És ugye nincs motor. Tehát ott azért nagyon ügyesnek kell lenni, hogy lerepüljünk 200, 300, 400, vannak akik 500, 600, 700, sőt 1000 kilométert is repültek már. Nem, Magyarországon igen, egyszer. Bocsánat, ott mit csinálsz? Ezt meg akartam kérdezni, ezt már megnéztem. Meg szoktuk nézni, hogy forog-e, mozog-e, meg benézünk. Tehát én beszoktam nézni, hogy tényleg nincs-e ott semmi, és ugye akkor tudunk, tehát ugye ezek a... mint a lamellák, ezek ilyen szögben vannak, és ha ránézünk, akkor nem lehet mögé belátni. Megforgatom, és akkor benézek, hogy ott minden rendben van, nincs ott semmi. Akadály, ami a levegő áramlás, vagy ez igen, nem a gázturbinának a kiárata? Igen, de most elmesélek egy... Még annak idején a Malévnél volt az egyik rampás járatkiszolgálási felügyelő kolléga, bent felejtette a mappáját ott a hajtómű gondola aljában. Igen? És a célállomáson vették észre, hogy hát hoppa, ez itt valami kék ott van, és beszippantotta, ledarálta. Semmi nem történt, mert ugye ezeket fagyott csirkékkel szokták tesztelni, tehát egy mappát ledarálni, bedarálni, az ott meg se kottyan a szerkezetnek. Igen. Ez a tesztje. Jó, ezt én laikusként például azt gondoltam, hogy ilyenkor szokás, az ott egy vitorlázó repülő, azt tűnik el, az is te vagy egyébként? Nem, ez nem én vagyok, ezt Balázs... És ezt látja az ember a vitorlázóból, mert akkor ott lehet látni. Igen. Mondjuk elég érdekes látvány, tehát hogy jó lehet ilyen terepasztal fölött siklani. Én nem szeretnék, de el tudom képzelni, hogy ez vonzó. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon különleges
élmény, igen. Különleges élmény, de te azt mondod, hogy mégse ez a te igazi műfajad, vagy nem? Én szerelmes vagyok a vitorlázó repülésbe. Nekem a vitorlázó repülés a szerelmem. Igen? Igen. A nagygépes repülés a munkám, amit nagyon szeretek, semmi más nem csinálnék szívesebben, mint munka. Uh-huh. És a vitorlázó repülés az szerelem. És van időd arra, hogy nincs. Elvégzed a munkád, és utána nincs, a hobbidnak nincs, is? Nincs. Nagyon kevés. Főleg mióta gyermekem van, ő most 5,5 éves, azóta nagyon-nagyon kevés. Él a szakszolgálati engedélyem, egyébként a férjemmel szoktam repülni. De aki egyedül... kolléga ezek szerint bizonyos értelemben. Igen, a férjem vitorlázó repülő oktató, és 13 évig volt a Magyar Vitorlázó Repülő Szövetségnek az elnöke. És annyira tudtam, hogy szóba fogod hozni, én is szóba hoztam volna egyébként, mert a felkészülésem alapján tudtam, hogy ez egy kicsit szakmai, de nagyon nagy kapcsolat, mert hogy valami repülőtéri ismerettség volt, ugye? Vagy azt félreolvastam? Nem olvastad félre. Mi a Dunakeszi repülőtéren ismerkedtünk meg, még tínédzserek voltunk mind a ketten. Mm. És akkor egyszer csak lett belőle házasság jóval később? Hát egy 20 évvel később körülbelül. Igen? Igen, 18 évvel később, igen. De mi csak barátok voltunk addig. Az a jól megalapozott kapcsolat. De mindig valahogy nagyon-nagyon szerettük egymást. Uh-huh. És neki, hogy mondjam, csak imponál, hogy te kapitány vagy? Vagy olyan rég ismeritek egymást, hogy semmi nem imponál senkinek, mert mindenki ismeri. Ő büszke rám, de nekünk ez nem... Nem, teljesen természetes. És ő meteorológus? Ő meteorológus kutató, igen. Viszont repül is. Viszont repül is, igen. És ő a jobb vitorlázóban, mint hát, te? Jézusom, hát persze. Tehát mi kettőnket nem lehet összehasonlítani. Hát én csak egy kis hobbi, aki éppen, hogy fenntartja a vitorlázó repülő szakszolgálati engedélyét, ő viszont meg, mint említettem, oktató, és egyébként gyémántkoszorúval rendelkezik, ez a legmagasabb, amit el lehet érni, legmagasabb teljesítményszint, amit el lehet érni vitorlázó repülésben, és egyébként tele vagyunk otthon a kupáival, tehát férjem kétszer volt nemzeti bajnok, volt legeredményesebb ifjúsági sportoló, és számos második, harmadik helyezése is van, úgyhogy tehát nekünk a nappalink tele van kupákkal. Hát fantasztikus, hogy gyöngyösség úrral megtudtuk. Egy nekem is van egy. Neked is van egy kupán? Egyetlen egy. Igen, én egyszer a Magyar Vitorlázó Repülőkupa elnevezésű egész éven át tartó versenyben harmadik lettem. Na most A nők versenyében, azt nem tudom, mondtam-e, de akkor most mondom, a nők versenyében. Ja, mindenkinek ilyen feleséget kívánok, csak azért mondom ezt, mert hogy a tudok rátszánt... főzni is. Oké, pláne. Rátszánt műsoridőnek egy tekintélyes részét, azt végig beszéled a férjedről, ez csak jó házasság lett. Ez itt a te kezed, tehát most téged igen, látunk igen, végre. Igen. És most itt éppen fölviszed a Igen, most hirtelen nem látom azt, hogy melyik... Nem, ez Ferihegyről szállunk fel, igen. Mondjuk itt éppen a kolléganőm repült, de igen, az én kezem volt, a gázkart, azt én és kedvelem. Te vagy az, akinek az első tiszted is nő időnként, ugye? Igen. Összesodott benneteket. Igen. És igen. Ő mikor lesz kapitány? Ez mi múlik? Mert azon múlik, hogy valaki végig repül-e megfelelő számú órát, és akkor lehet... jelentkezni kapitánynak, igen. Vagy mi? Egyrészt igen, másrészt pedig a mi cégünknél egy elég komoly felvételi van, tehát egy válogatás. Ami egy külön teszt? Nem egy, hanem több, igen, tehát szakmai, elméleti, uh-huh. Szimulátor. Te meddig voltál első tiszt? Bő kilenc évig. De nekem a jelenlegi légitársaságom nem is az első légitársaság, én egy fapadosnál kezdtem. Mondhatod, mert már nincs. Sky Europe. Igen, Sky tehát Europe, hogy nem. Igen. És 2005 végén kerültem be a céghez, és hát valahogy így új év karácsony, új év könyv, tehát így valahogy 2005 vége, aha. 2006 elején kezdtem.
Na de visszatérve az elejéhez, ennek a sztorinak, még a férjed elé, hogy nevezetesen önbizalom hiányos tinédzserből hogyan lettél egyszer? Csak hogy még ráébredtél arra, hogy hát akkor ez neked menne rendes nagy gépen, és nem, ez nem egy rossz foglalkozás? Nem, nem egyszer, csak ez fokozatosan. Tehát ez nagyon-nagyon apránként, és nagyon-nagyon lépésről lépésre. Tehát nekem ez a tipikus one step at a time. De mertem álmodni, mertem nagyot álmodni, és tényleg nagyon, tehát mindig csak annyi célt tűztem ki magam elé, hogy tényleg csak egy tyúk lépéssel, vagy egy kis lépéssel előrébb. Úgyhogy ez nem úgy kell elképzelni, hogy egyszer csak álmodtam, és akkor jött. De ez a tyúk lépéses módszer, ez egyébként talán a repülőgép vezetésénél is egy megfelelő asszociáció, mert ott is, hogy a megoldandó feladatok sorát, hogyha szépen betartod a sorrendet, akkor fennmaradok utasként veled a gépen, nem? Igen. Tehát, hogy ez, a biztonságnak ez lehet egy ilyen megfelelő módszere, hogy mindazt, amit kitaláltak, amit előírtak, amit protokollnak hívnék akkor, hogyha a hétköznapi életről venném a kifejezéseket, hogy Ez így van, tele vagyunk manuálokkal, tehát kézikönyvekkel, amiket nekünk ott nagyon pontosan betűről betűre, szóról szóra be kell tartani. És te ezt beláttad rögtön, átláttad, hogy ez a biztonságról szól, nem idegesített soha? Ez annyira természetes volt a számomra, hogy tehát tudta. Én egyébként, mint említettem, a Dunakeszi repülőtéren kezdtem repülni, és azért azt tudni kell, hogy a Malév repülőklub a mai napig ott van, és egy mai napig létező klub, és ott ugye nagyon sok malév pilótával találkoztam, tehát akik akkor nekem real time ott voltak előttem, és hát bementem a büfébe, ha akartam, ha nem, ott hallottam a sztorikat, a történeteket, a munkavégzés rendjét, módját, tehát amikor én oda bekerültem, akkor nekem ott már igazából túl sok nagyon új dolog nem volt. És én abszolút belátom azt, hogy ez a standardizálás, ez a biztonságot szolgálja. Csak közben eszembe jutott, hogy az én munkahelyi történeteim, azok a büfében, azok általában arról szóltak, hogy ki hogyan oldott meg valami trükkel valami helyzetet, ki hogy billeget a lét és nem lét peremén egy interjúnál. Tehát mindig a kacagtató megoldások voltak azok, amik a legszórakoztatóbb sztorik voltak, de azokat így a nagy közönség elé, a laikus nagy közönség elé nem tártuk, miközben soha nem volt élethaláról szó, mert nálunk ugye mindenki gyalog elhagyja a stúdiót a saját lábán. Azért a te foglalkozásodban ezek a jó sztorik, ezek kockázatosabb végkimenetelőek lehetnek, nem? Nagyon sokféle, tehát ugye ott a Balév büfében ott mindenfélét hall az ember, tehát munka, verseny, vicces, kevésbé vicces, veszélyes, tehát azért minden előfordul, de én azt gondolom, hogy minden munkában, az életnek minden területén vannak ilyen és olyan dolgok, vannak veszélyes pillanatok, Persze. Vannak benne. Tehát mindenhol történik. És pontosan ugyanúgy erről tud idézni. Igen, tehát mindenhol történhet minden. És egyébként csúnya kifejezéssel élve a nagygépes repülés egy agyonbiztosított ága a repülésnek, és ezért is van az, hogy statisztikailag ugye a mai napig a legbiztonságosabb közlekedési forma. Igen, de közben az embernek a tudata az erősen berzenkedik az ellen, tehát hogy az nem természetes, hogy egy ilyen fémszivar egyszer csak elszakad a földtől és fölrepül. Hát ha úgy vesszük, akkor igazából az autó sem. Tehát ha 200 évvel ezelőtt. Igen, úgy én még ott rakadtam 200 évvel ezelőtt. És azt meg ki tudja, mi lesz 100 év múlva, vagy 200 év múlva. Nem került pénzbe, sok pénzbe az, hogy kiképezd magad pilótává? Hú, én azt szoktam mondani, hogy valószínűleg én vagyok az utolsó ember, aki a múlt rendszer farvizén bevickélt a légi közlekedés felé vezető úton a célegyenesbe. Mert?
nagyon régen kezdtem. Tehát, és akkor abban az időben a minden, a repülésben, a tréningek, a képzések, a szabályozás, minden le volt maradva. Tehát a rendszerváltás idejéhez képest egy nagyon nagy késéssel érkezett a repülésben a változás a szabályokban. És ma már sokkal bonyolultabb, sokkal drágább, sokkal nehezebbek a képzések, mint annak idején. Tehát nagyon sok dolog, amit én már a tapasztalatommal szedtem össze, a tapasztalatomból tudok, azokat ma már külön tanfolyamokon tanítják. Tehát nagyon sok új képzés jött be a repülés, főleg a nagygépes repülés világába. És én akkor kezdtem, amikor ez még olcsó soha nem volt, de nem volt még annyira drága. Mm-hmm. És egyébként én abban a szerencsés helyzetben voltam, ami azt gondolom, hogy az én karrieremnek az a karrier, tehát az én pályafutásomnak az egyik csúcsa. Majd mindjárt elmondom azt is, hogy erről mit gondolok. Ahol is voltam. Hát a tanulásnál voltunk, igen, mi tehát, olcsó, hogy mi drága. Igen. Ja igen, hogy nekem a Sky Europe kifizette a típus jogosításomat. Tehát az már akkor is több millió forint volt, na hát annyi pénzem nekem nem lett volna. Tehát nekem a cég kifizette a képzést, és ez volt az én óriási szerencsém. Úgyhogy, mert tehetséges voltál, vagy akkor még ez volt a rend, hogy ez a saját egyrészt, utánpótlásokról ők gondoskodtak? Egyrészt ez volt a rend, meg hát nyilván ahogy a szükség hozta, ugye erről itt az adás előtt is beszéltünk, hogy nem tudom, elmondhatom-e még egyszer, de szerintem elmondom, mert elég... Jól hangzik. Érdekesen hangzik, hogy amikor a repülésben éppen nincsen szükség munkaerőre, akkor lehet neked a Columbia űrsiklóra is szakszolgálati engedélyed, akkor sem fognak fölvenni. Viszont ha meg szükség van, akkor meg, tehát ezt a cég úgy ítélte meg, hogy neki most jobban szüksége van a pilótára annál, mint sem, hogy megengedje magának, hogy valaki, mivel anyagilag nem engedheti meg, tehát ezért elenged egy munkaerőt, egy potenciális munkaerőt. Úgyhogy nekem ez volt a szerencsém, hogy én a szükség idején jöttem, és kifizették a képzésemet. Mert különben akkor egy munkaerő mínusz lett volna, hogyha ezt nem teszik meg akkor nekem. Emlékszel a pillanatra, hogy mikor döntötted el, hogy te gépeket szeretnél vezetni, repülőgépet? Igen, azt hiszem. Én egy rajzfilmstúdióban dolgoztam, amikor már csináltam a motoros képzéseimet, és egyik pillanatról a másikra a nagy német média csőd idején tönkrement a stúdió, ahol dolgoztam, és egyik napról a másikra bezárt. Tehát mondták, hogy holnap már nem kell jönni. És jaj, mit csináljak, mi lesz velem? És emlékszem, hogy fölhívtam az oktatómat, és beszélgettünk vele, nem tudom, a következő repülésről, elmondtam neki, hogy mi történt, hogy jaj, képzeld el, megszűnt a stúdió, és azt mondta, hogy hát akkor itt az ideje, hogy kezd el az IFR-t, a műszeres kiképzést. És az volt az a, nekem ez egy olyan meghatározó pillanat volt az életemben, hogy a mai napig emlékszem rá, és onnantól nem volt visszaút. Másnap eladtam az autómat, szerencsére egy pillanat alatt egy barátomnak a felesége megvette, és pár héttel később már csináltam a műszeres képzést. Mert arra mégis csak pénz Buda kellett, őrsön. Gondolom azért adtad hát el az autót. Persze. És akkor úgy döntöttél, hogy... És akkor én nem volt visszaút. Tehát onnantól kezdve, hogy meghoztam ezt a döntést, de azt gondolom az életben mások is kerültek már ilyen helyzetbe, sokan voltak így, hogy,
volt egy pont, az a point of no return, és minden, onnantól kezdve mindent, minden energiát, időt, pénzt beáldoztam. És tök egyenesen mentél előre a karrieredben. Igen, igen, de mint ahogy említettem, nagyon kis... Tudom, lépésről lépésre. Igen. Igen, de attól kezdve, hogy elmentél a műszeres képzésre, a repülésben attól kezdve tudtad, hogy te pilóta leszel, igen, és kész. Igen, igen. És ehhez képest az, hogy... Nem volt a fejemben más opció. Ha. Nem volt a fejemben más forgatókönyv. De ez nagyon érdekes egyébként, hogy anélkül, hogyha nem csukott volna be ez a rajzfilm stúdió, akkor megmaradtál volna a hobbi pilótának? Fogalmam sincs, de ennek így kellett lennie. Oké, én megértem, és egyébként tök jó, nagyon jó, hogy ez így történt, mert hiszen mindenki jól járt veled. Gondolom az utasok is jól jártak, és te is jól jártál azzal, hogy egy héten kétszer-háromszor elrepülsz a világ különböző részeire. Ja, vagy most nem, mert most a gyerek miatt nem mész ilyen sokat, ugye? Igen, én most csak Budapestet repülök, mert olyan szerződésem van. Én úgy hívom, hogy mami szerződés. Mami? Igen. De ilyen félállásos, félpénzes szerződés. És ez nekem így nagyon kényelmes, és én ezt nagyon szeretem, és nagyon hálás vagyok a cégemnek, hogy erre lehetőséget biztosít. És azt, hogyha a gyerek nagyobb lesz, akkor majd csinálsz nem csak Budapestről induló és érkező Most is elő szokott fordulni, csak abban nekem most bele kell egyeznem. Tehát most is megyek majd ki Prágába, Prágából átviszek egy gépet Párizsba, Párizsból elrepülök utasként Varsóba, és Varsóból hazahozunk egy repülőt. Tehát ilyen, hogy egy-két napra elmegyek, vagy egy-két éjszakát távol töltök, ilyen most is van, de ezt nekem csak akkor írják be a beosztásomba, hogyha én ebbe előzetesen beleegyeztem. És akkor természetesen a férjemmel is kell egyeztetnem erről, hogy az ő munkája... Hogy viseli el, hogy ő az nap teljes állású szülő. Igen, igen, de hát mivel a kislányunk óvodába jár, tehát ezért... Van könnyebbség. Igen. De neked nem lehet telefonálni, hogy a gyerek megbetegedett, mert hogy a levegőbe téged nem érhetnek ilyen hírek, mert nem tudsz velük mit kezdeni. Igen, tehát ugye nem. Tehát egyrészt nincs térerő, másrészt meg ugye igen, tehát én onnan nem tudok. Úgyhogy ez néha egy kicsit kellemetlenül érint, hogy ugye néha be kell írni. Most iskolába is megy majd a kislányom, és... ugye ilyen nyomtatványokon, hogy szülő elérhetősége, telefonszám, és akkor a megjegyzésben mindig oda kell írni, hogy amikor dolgozom, akkor nem vagyok elérhető, és ugye mivel, hogy én nem szoktam erről beszélni, hogy nekem mi a foglalkozásom, ez egy kicsit olyan, hát ha dolgozik, akkor nem lehet elérni, de hát ez van. Te most nagyon hülye kérdések következnek, bocsánat. Engem nagyon izgat az, hogy honnan tudjátok a repülési útvonalat, tehát hogy a levegőben tudom, navigációs berendezések mutatnak mindenféléket, de hogy egyébként szemmel és tapasztalat alapján... Ez pontosan úgy kell elképzelni, mint amikor a telefonunkon a navigációba beütjük, hogy hova szeretnénk menni. De hát annyi, útvonalak rajzolódnak annyi különbsége, ki. Igen, és pontosan ezt látjuk mi is. Annyi különbséggel, hogy nekünk a úgynevezett repülési terven pontról pontra megvan az útvonal, és a pontokat kell beírnunk a fedélzeti számítógépbe, és akkor azon a repülőgép GPS alapján nagyon pontosan végigrepül. De mit jelent egy ilyen pont? Kilimandzsáró balra, vagy mi? Erre van valami számítástechnikai szakkifejezés, ami most nem jut. Virtuális pontok vannak, amik koordináták alapján ilyen szélesség, ilyen hosszúság, és akkor tehát ott az annak a két koordinátának a tehát a meccés pontja, ott azt elnevezik valahogyan. És ez egy adatbázisnak a része. És akkor ezeken az útvonalpontokon vannak, nem akarok nagyon bonyolítani, de vannak. Tehát ezeken, ezt úgy kell elképzelni, hogy ezeken a pontokon haladunk végig.
Úgy, hogy egyébként ez benne van a kompjúterben, a navigációs kompjúterben. Igen. Mi az, ami rajtad múlik ilyenkor? Én adom az utasításokat a repülőnek, tehát én nyomom meg a gombot. Egyébként kézzel utazó magasságon nem is szabad repülni, tehát van egy bizonyos repülési szintnek hívják, van egy bizonyos repülési szint, ami fölött nem is szabad kézzel vezetni a repülőgépet, igen, de a fel és a leszállás az mindig manuálisan történik. Tehát felszállni nem tud a repülő magától, leszállni tud, de ezt a feature csak akkor szoktuk kihasználni, amikor az időjárási helyzetnek kívánja, jelesül köd van. Az elég szörnyű, nem? A köd van, vagy nem szörnyű? Érdekes, de hát szimulátorban erre is, mint minden másra ki vagyunk képezve. Oké, én mindenféleképpen bízni szeretnék bennetek, nem csak benned, a kollégáidban is, hogy ki vagytok képezve, ez rendben van. De hogy semmi se zavar, ami a repüléssel kapcsolatban adódhat, fényviszony, ilyesmi, ez mind totálisan kézenfekvő? Nem, nincs. Néha előfordul ugye, hogy rossz idő van, zivatar van, turbulencia van, szél van, hátszél van, oldalszél van, tehát ott egyébként azon a járaton is, amin te is ültél, ott azért nagyon megdolgoztunk a turbulencia ügyében? Igen, tehát ott utazó magasságon azért járt a kezem rendesen a gázkaron. Igen, mert nem tudja, tehát akármennyire pontos a robotpilóta, meg a tolóerőautomata, tehát azért emberi beavatkozásra időnként szükség van. És mondjuk ez a szeles, turbulens időjárás, amiben jöttünk hazafelé, ez ott igen, tehát ott az voltak. Tehát akkor te az én kabinbeli jó érzésemen tudsz segíteni azzal, hogyha másképpen adagolod a gázt egy kicsit, mint ahogy az automata tenni? Nem a jó érzése, hanem az, hogy a levegőben maradjunk. Ja, vagy úgy, de jó. De jó, hogy ezt csak most tudom meg. Nem, tehát nyilván vannak, tehát van egy maximum sebessége a repülőnek, meg van egy minimum sebessége, és ebben a tartományban képes a repülőgép biztonságosan repülni. Mm. És tehát nyilván vannak bufferek, tehát tehát ha egy kicsit belemegy a sebesség fölfelé a mondjuk úgy pirosba, akkor attól még semmi nem fog történni, de ne menjen bele, mert nem az az üzemelési tartomány. És én arról gondoskodtam, hogy benne maradjunk ebben a viszonylag kicsi sebességi tartományban, amiben biztonságosan tudunk repülni. Igen, ilyen volt egy meghatározott mennyiségű idő, ameddig nem lehetett kigombolódni az övből, tehát az volt a turbulencia, de nem éreztem különösebben gyötrelmesnek azt, hogy mert azért már repültem életemben úgy, hogy nagyon megéltem a turbulenciát, és az nem jó. Ez egy más jellegű volt, itt inkább a szélirány és szélerősség változás volt, ja, amivel küzdöttünk, igen. És ez egyébként, hogyha csinálni kell valamit, az neked jobb, vagy az a jó, amikor minden nagyon lágyan és automatikusan megy? Én azt gondolom, hogy így lassan két évtized távlatából annyira sok meglepetés engem már nem érhet, de én ezt mindig el szoktam mondani, hogy én az unalmas járatokat szeretem. Mm. Én azt szeretem, amikor érjünk már haza. Tehát én ezt, és közben is tudom, hogy köszönjük Istenem, hogy unatkozunk. Na látod, azért mégiscsak akkor eljutottunk oda, amit én az elején mondtam neked, hogy azért
az, hogy egy ilyen fémszivar elszakad a földtől, és én benne ülök, az nekem egy ilyen megélendő probléma. Hogyha te is eljutsz oda, hogy azért köszönöm, hogy unatkozhatunk, Istenem, akkor mégiscsak az igazság az, hogy ez a repülés, ebben van valami különös, az több, persze, mint egy autóvezetés. Persze, igen. Egyébként sokan különösen szeretik a kihívásokat. Egyébként most én hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy mondjuk egy jó kis oldalszeles leszállás, az azért úgy nem... Bizserget meg, igen, és akkor hú de jó megoldottam, milyen jól megcsináltam. De szóval azért én még mindig azt mondom, hogy az a jó, ha unalmas. Vannak kedvenc repülőtereid, ahova szeretsz leszállni? Van bizony. Ugye mi nem túl sok helyre járunk, mivel ahol én dolgozom, ez egy charter légitársaság, úgyhogy mi ilyen közkedvelt nyaraló helyekre járunk, szinte kizárólag, és én például Antáliát nagyon-nagyon szeretem. Az egyik kedvencem. És milyen alapon szereted azt jobban, mint más? Én nagyon szeretem a civilizált körülményeket, civilizált repülőtereket, és az egy nagy reptér. Tehát nagy forgalommal. És arról nem is beszélve, hogy a leszállás, amikor a tenger felől jövünk, 36-os pályára, akkor ott az egy olyan látvány, ami gyönyörű, és a balra ott a vízesés, és arra mindig van időm kipillantani, és azt... Ez egy számít neked az, hogy milyen környezetbe szállsz le? Mert egyébként csinálni valód, az mindig körülbelül igen, olyan. Igen, de mégis az olyan, és ugye beszéltünk Kopenhágáról, hogy a férjemmel holnap elutazunk egy kétnapos konferenciára. Nekem most egy óriási vágyam fog azzal teljesülni, hogy eljutok Kopenhágába, mert noha a Sky Europa annak idején jártunk oda heti rendszerességgel, és nagyon sokszor voltam ott, és amikor lenéztem, akkor nekem mindig megdobbant a szívem, hogy de szeretnék ide eljönni egyszer a Földön, és körülnézni, megnézni, ott város nézni. Egyébként én is nagyon szeretnék, csak én nem repültem azt a járatot soha, úgyhogy én nem láttam felülről, hogy milyen vonzó. Ez meg az is. Egyébként, ami még így nagyon-nagyon megmaradt bennem, az Doha. Igen? Doha, igen, amikor a város fölől jöttünk leszállni, hát az ott szinte majdhogy nem karcoltuk a felhőkarcolók tetejét. Tehát ez egy fantasztikus volt. Én egyébként a világban elég sok helyen dolgoztam, mert mint említettem, a cégünk egy charter légitársaság, tehát mi nem menetrend szerint dolgozunk, és amikor télen kevesebb a munka, mint például most, akkor ugye engem nem, de a kollégákat elküldik. Például vannak Kanadában is szerződéseink, Ománban volt, az Egyesült Államokban voltam, Indiában is kétszer is, több mint egy hónapot, Ománba. És akkor mit csinálsz, amikor egy hónapra küldenek mondjuk Indiába? Ott dolgozol? Ott dolgozom, igen. Kapunk szállodát, és onnan teljesítjük annak a légitársaságnak a járatait, akivel szerződésben vagyunk, igen. És azt élvezed, az ilyenfajta kitelepüléseket? Most már, hogy a gyereked óvodába, meg iskolába fog menni, most már lehet, hogy nem szívesen mész egy hónapra Indiába, de... Nem, én azt igazából... De azért ez jó kaland, nem? Jó kaland, igen, utólag. Én igazából sosem szerettem ezeket a kitelepüléseket. Én az a típusú ember vagyok, aki a saját ágyában szeret aludni. Ez nagyon jó pofa. De utólag... Azt kell mondjam, hogy utólag mindig örülök, hogy de jó, itt is voltam, ezt is megcsináltam. Ezt is láttam, ennek is a részese voltam. Te a nőknek a pilóták között milyen presztízsük van? Tehát, hogy ugyanúgy kezelnek kollégiálisan, a viszony az teljesen kiegyenlített, vagy egy kicsit megveregítik a vállalat, hogy jól van, szívem?
Én azt gondolom, hogy most már így, hogy a 21. században bőven benne vagyunk, ez már nem kérdés. Uh-huh. Nem kérdés. Tehát ugyanúgy állnak hozzánk nőkhöz, mint a férfiakhoz. Ugyanannyit kerestek is? Tehát ugyanannyiért szerződtetnek téged, mint igen, egy másik kapitányt? Igen. Hát akkor legalább egy helyen nincs üvegplafon, mert a géppel áttörtétek az üvegplafont. És van a baráti körödből, tehát hogy mennyire szerveződik az életed a repülésből? Baráti kör, fél. Hát azért a házasságod is azért nagyjából a repüléssel kapcsolatos. Hát barátaim, ismerőseim nagy része kerül ki. Igen. Hát elég sok. Vannak, fú, de nem szeretem ezt a szót, de bocsánat, hirtelen nem jut már sem eszembe, civil barátaim, ismerőseim is, de igen, javarészt. És tehát például a légutas kísérők között vannak nagyon jó barátnőim. És akkor van olyan, hogy együtt kimentek, és kint kávéztok valamelyik fővárosban, és együtt mentek el vásárolni, mint én a barátnőmmel, csak nekem mindig Budapesten kell mennem. Nincs, mert 50 percen van megfordítani a járatot. Mindig? Igen. Hát azért az elég herbasztó. Én azt hittem, hogy akkor azért el lehet időzni egy fél napocskát, mondjuk. Nem. Ez olyan, mint a busz meg a taxi. Na hát, nem is szeretnéd, hogy ez nem lenne jó, hogy kis időd lenne az adott városban körülnézni, beugrani egy olyan kiállításra, amiről hallottál, és meg akarod gyorsan nézni? Néha előfordul azért, hogy el kell vinni valahova egy repülőt, akár üresen, és akkor ott teljesít egy járatot, tehát mi például elviszünk valahova egy repülőt, és egy másik személyzet. Hozza vissza. Másik aha. Személyzet elmegy, megcsinálnak vele egy járatot, és amíg megcsinálják azt a járatot, addig mi mondjuk tudunk város nézni. De azért ez ritkán fordul elő. Nem lehetetlenül ritkán, de hát azért pont azt hittem, hogy elő. A ti foglalkozásotoknak az a járulékos élvezete, hogy hát egy csomó helyen ott lehet lenni. Akik hosszú távokat repülnek, azoknak erről szól az életük, mert tehát amikor valaki repül 8, 9, 10, 11, 12, akár 10 sok órát, akkor ugye lejár a munkaideje, és akkor ott neki kötelező pihenő ideje van a célállomáson. De a középkategóriájú repülőgépek, mint például a Boeing 737-es, amin én repülök. Az nem megy tengeren túlra. Az jártunk, de ilyen technikai leszállással, mint amit most te is megtapasztalhattál, hogy milyen ez. Igen, de hát azt képzeltem, hogy az ember elmegy New Yorkba, akkor elindul ugye Párizsból, vagy valahonnan, tehát hogy nem Budapestről. Bár régen volt Budapest, New York is. Volt bizony, meg Toronto, aha. Meg Bangkok. És akkor az kibírja egy tankolással. Tehát, igen, tehát a széles törzsű, igen, így. Széles törzsű? Igen, így. Egy nagy hasú repülőgép. Azt is vezetheted? Arra nem, de hogy is. Nem. És nincs szándékodban ilyen? Nincs. Mert elég volt? Én köszönöm szépen, jól vagyok. Én elértem. Én elértem, ami nekem a célom volt, amit szerettem volna. Nekem ez volt az álmom, a 737-es, a szerelmem. Uh-huh. És köszönöm szépen. És az egyébként egy kezes bárány, ez a 737-es? Én nagyon szeretem. Ebben még hagyományos értelemben vett kormány van. Igen, aha. Szarvkormány. És ez olyan repülő feeling. És akkor azzal a szarvkormánnyal rendesen lehet kormányozni igen, is. Igen. Te rükvesbe tud menni a repülő, vagy csak húzni tudják? Nem. Vannak turbopropok, amiket szoktak úgy használni, tehát nekik nem kell pushback, ez a nagy szerkezet, ez a traktor, vagy nem is tudom, aminek nevezzem, ami ugye hátra tolja a repülőgépet. Vannak turbopropok, amik megfordítják a légcsavartólat, és akkor visszafelé. Tehát ők tudnak rükveszben is közlekedni. Autót jól vezetsz? Igen, de nincs összefüggés. Tudok olyat, aki
rémesen vezet autót, nem szeretek mellette ülni, de repülőt. És egyébként repülőt úgy vezet, mint az álom. Igen, tudok ilyet. Ilyen fura. Mondjuk parkolási sérüléseket repülőgépnek lehet okozni? Mert én például azt szoktam az autómnak. Nem. Nincs nem. Minek neki menni. Nem, beintegetnek, tehát ott mindig van asszisztencia. A számít, amikor ezt sose értettem, hogy valaki ott lent kalimpál. Megvannak erre a kézjelzések, hogy most egy kicsit jobbra menjél, most egy kicsit balra menjél, most jó vagy, gyere még, és amikor meg kell állni, akkor mint hogy állj. És ezt valóságosan figyelembe veszitek ti ott a pilóta fiúkról? Hát hogyne. Hát azért, mert azt gondoltam, hogy ugye eljuttatsz 2-3-4-5-6 ezer kilométerre egészen tűpontosan egyik helyről a másikra, hogy akkor ott lent a navigáció, amikor már lent van a gép, ott azon a pár méteren, hogy beirányítsd konkrétan, az annyira nem embert igénylő dolog, és akkor nem is értettem, hogy miért kalimpálnak, csak így a rendkedvére. Azért, mert ugye nagyon pontosan kell beállni az állóhelyre. Igen. És azt, tehát olyan magasan ülök, és akkora körülöttem a szerkezet, hogy ezt nem lehet olyan pontosan, mint egy autóval. Uh-huh. Tehát azt ott nézi a marsalernek hívják, nézi az orrfutót, és annak a pozícióját. Ő ugye szemből nagyon pontosan. Ő integeti el neked igen, a pozícióját? Igen. Ő szemből nagyon pontosan látja az orrfutónak a pozícióját, ugye fel vannak festve a vonalak a betonra, hogy hova kell állni, és azt én ugye nem látok, vannak már olyan repülők, amikben van kamera, de... És lelát a földre. Igen. Hát ez igen. Nem olyan nagy technikai csoda, tehát hogy lehetne ilyet csinálni. Biztos nem tudom, de nekünk nincs. Ja. Azt akartam még megbeszélni, hogy a különböző irányítók, légi irányítóknak a beszédét megérteni, az sima ügy. És van jelentősége egyébként, hogy mit mond. Tehát, hogyne. Tehát ők irányítanak bennünket, és vannak a világnak olyan részei, ahol katasztrófa, például Indiában. Na ott aztán... A helyi angolt megfejteni? Igen. És ez az egyik, hogy nehezen lehet érteni a beszédjüket, a másik az, hogy én úgy hívom, hogy chaos management, amit ott művelnek, mert egyébként zseniálisan csinálják, tehát a káoszt azt biztos, hogy nem tudnák azt máshol úgy megoldani, mert valahogy nekik nincsenek olyan nagyon pontosan kidolgozott eljárásaik. A protokoll, a szigorú protokoll az igen, kevésbé igen, mert ugye, tehát minden repülőtéren vannak indulási és érkezési eljárások, és ezt ugye egyrészt nekünk benne van a repülési tervben a leginkább valószínűsíthető indulás és érkezési eljárás, de ettől az időjárás, a forgalmi helyzet akármi miatt el lehet térni, és akkor ugye ezt le kell velük egyeztetni. Uh-huh. És igen, látom, most már azt hiszem lejárt az időnk. És ezeknek az eljárásoknak például Indiában híján vannak. És azért van ez a chaos management, de az az érdekes, hogy azt is meg lehet szokni. Tehát az első 1-2 hét az nagyon, hogy is mondjam, demanding volt, de utána, amikor az ember már tudta, hogy mire számíthat, akkor azért hozzá lehetett szokni. És nem szólhatsz vissza, hogy nem értem tisztán, mondd még egyszer? Jaj, dehogy nem, de sőt kell is, tehát kötelező. Tehát, hogyha nem vagyok biztos abban, amit az irányító mondott, mert mindig vissza kell ismételni egyébként. Ja, tehát az nem úgy van, hogy mond valamit, és akkor én azt megcsinálom, azt mindig, minden esetben vissza kell ismételni. És mindenki mindig halálosan figyel arra, ami történik? Tehát, igen. Te igen. is, és ő is, az irányító igen, is? Igen. Figyelj, azt hiszem, hogy tulajdonképpen megnyugtattál, de ezért a toronnyal való beszélgetésére azért nem irigyellek. Itthon Európában nincsen
Semmi érdekesség ebben? Nem. Azok jobban figyelnek, mint ti? Tehát, hogy nehezebb? Jobban kidolgozottak az eljárások, és tehát valahogy, bocsánat, nem akarok senkit sehol megsérteni, de valahogy civilizáltabb az egész. Mm. Sok sikert, sok jó kis le- és felszállást a továbbiakban is. Köszönöm. És remélem, hogy kifoghatlak még egyszer-kétszer. Már csak azért is, mert sose voltam még pilótafülkében, és úgy belenéznék egyszer. Tilos. Szigorúan tilos. Hát akkor itt ez az álom nem teljesül. Viszont elmehetek egy szimulátorhoz, és akkor esetleg begyakorolhatom. Sose késő, nem? Sose késő. Köszönöm, hogy itt voltál. Remélem, hogy önök is jól ismerkedtek meg, majdnem azt mondtam, hogy jól szórakoztak, de hát azért ez inkább ismeretterjesztés volt, mint szórakoztatás, legalábbis én azt hiszem. Heti Jégbüfé lesz következő héten is, nézzenek minket akkor is, viszontlátásra.